A magyar kormány a fiatalok mellett áll, jelentette ki Novák Katalin, az EMMI család és ifjúságügyért felelős államtitkára. Az elmúlt években számos olyan kedvezményt és pályázati lehetőséget biztosítottak, amelyek megalapozták a fiatalok biztonságos környezetének megteremtését, képességeik fejlesztését és a munkavállalásuk alapjait. 2010-hez képest 2019-re 7-szeresére növekednek a fiatalok támogatására fordított összegek. Egyrészt van egy igen gazdag tehetséggondozási programunk, évente 300 ezer fiatalnak tudjuk a tehetséggondozását segíteni ezen a programon keresztül. Ezen kívül most már az ingyenes nyelvvizsgát több mint 20 ezeren igényelték vissza, tehát a letett nyelvvizsga után az első vagy egyetlen vagy egy nyelvvizsgának a finanszírozását vállalta az állam, ebben már 20 ezer fiatal vett részt, de az idei év közepétől ingyenes a KRESZ vizsga, illetve a KRESZ tanfolyam is, de beszélhetnék arról is, hogy megduplázzuk a diplomás gyermek az időtartamát. Tehát rengeteg olyan dolog van, akár a diákhitel elengedésén, felfüggesztésén, vagy felfüggesztésétől kezdve az otthonteremtési programon át a fiatalok továbbtanulását segítő programokig, amelyek kifejezetten a fiataloknak a tovább jutását, illetve egyről a kettőre jutását segítik. Novák Katalin azt is kiemelte, hogy a Nyíregyházi Egyetemen is népszerű Erasmus program rendelkezésére álló összegeket jelentősen növeli az Európai Unió. Már zajlanak az egyeztetések a 2021-2027-es pénzügyi időszak költségvetéséről, és a tervek szerint megduplázzák az Erasmus keretét. Fontos azonban, hogy ez ne elitista program legyen, hanem minél több fiatalnak legyen lehetősége tapasztalatot szerezni valamelyik uniós tagállamban.